A sötét kékmezes Szese játéka az első félidő elején még ugyan akadozott és vezetett a Veszprém fiók csapata, ám a játékrész derekára fordítottak Deáki István tanítványai. Sőt, a szünetre már 4 gólos előnnyel 12-8-al vonulhattak. Amíg az egyetemisták szusszantak, addig a pályán a 25 évvel ezelőtt magyar bajnoki címet nyert Rába Etó tagjait köszöntötték a Szese vezetői. Mint a tegnap történt volna, én még mai nap is álmodom vele. Tényleg nagyon gyorsan elment a 25 év, de még mai napig is él bennem minden mozdulat. Duk, Polgár, Iváncsik, Vura, Deáki, akik mind-mind példaképek lehetnek a mostani csapat számára. Igazán példaképeknek lehetett tekinteni őket. A két csodálatos kapus, Horváth Zsolt, Orosz Tibi, két villámgyors szélsőnk, Misi az Otto, fantasztikus védelmünk volt a Esztergom Zoli, Deáki Pista személyében, és lehetne még sorolni. A köszöntés után a fiatalok igyekeztek győzelemmel megörvendeztetni az ünnepelteket és a közönséget egyaránt. Nos, ez végül sikerült, mert a 6 gólos Terenyi és az 5 gólos Szabó vezérletével végül 26-19-re felülmúlták az NKB fiataljait. Deáki István tanítványai veretlenül 3 ponttal vezetik a másodosztályt a Komló előtt.